Az egészség jegyében telt a nap Aszódon, június 6-án szombaton. A szakorvosi rendelőintézetbe ellátogatók egy kettős rendezvény részesei lehettek, melyet a járóbeteg szakrendelőt üzemeltető 60-i Albert Schweitzer Kórház és Aszódváros önkormányzata közösen szervezett. A mai program mire ad lehetőséget itt Aszódon a szakorvosi rendelőintézet területén? Egészségnap, szűrőnap, és hát ennek keretében gyermeknap is van, egy kapcsolt program keretében azért, hogy becsábítsuk a Aszódváros lakosait, a térség lakosait egy szűrővizsgálatra, mindenféle szűrővizsgálatról beszélünk, itt koleszterin, vérnyomásmérés, testtömegindex, vércukormérés, tehát olyan vizsgálatokat próbáltunk összeválogatni a mai napra, amik egyszerűen elvégezhetők, ugyanakkor, hogyha eltérés van, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy forduljon szakorvoshoz a tisztelt beteg. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk az egészségünkkel, én azt gondolom, keveset törődünk magunkkal. A megjelenteket Sztán István, Aszódváros polgármestere köszöntötte. Gyermeknap az egészség jegyében, egészség a gyermeknap jegyében. Külön köszöntöm dr. Stankovics Évát, a 60. kórház és rendelőintézet főigazgatóját. Mielőtt rátérnék a gyermeknap jelentőségére, tegnap ünnepeltük az egészségügyben dolgozók munkáját. A főigazgató asszony tegnap nem tudott más elfoglaltsága miatt megjelenni ezen az ünnepségen, ezért engedjék meg, hogy itt önök előtt is megköszönjem azt a munkát, amit a Aszódi Rendelőintézet irányába végez, hiszen nélküle ma ez az intézmény zárva lenne. Azt a munkát köszönöm mindnyájunk nevében, a potenciális 44 ezer galgamenti települések polgárai nevében, hogy sikerrel vettük 2012-13-ba, hogy a rendelőintézetünk üzemmódba marad, és az egészség javára dolgoznak a munkatársaim. Főigazgató asszony, engedje meg, hogy átadjak önnek egy csokor virágot és egy oklevelet, amelyben köszönetemet fejezem ki ezért a munkáért. A felnőttek orvosi beutaló nélkül igénybe vehető szűrővizsgálatokon vehettek részt, míg a kisebbek a rendelő udvarán ingyenes gyermeknapi programoknak lehettek részesei. Aszódváros önkormányzata jóvoltából interaktív kiállítás és játszóház, arcfestés, ugrálóvár, trambulin és piknik könyvtár is várta az ünnepelteket. Igazán öröm számomra, hogy ezen a napon, itt ezen a helyen rendezhetjük meg a 2015-ös gyermeknapot. Igaz, hogy egy héttel később, mint országosan, de egyeztettünk, hogy ma a felnőttek részére az egészségügy egy olyan napot szervezett meg, ami szintén példaértékű városunk történetében. Engedjék meg, hogy én megragadjam az alkalmat arra, hogy én pedig megköszönjem az aszódi térségnek, Aszódváros önkormányzatának, a térség, a járás minden településének a bizalmat, hogy a 60-i kórházhoz ragaszkodnak, hogy a 60-i kórházhoz csatlakoznak. Megígérem, hogy a magam és a kollégáim nevében is, hogy ezt a bizalmat igyekszünk minden nap megszolgálni önöknek, a térségnek, a városnak és az itt található településeknek. Azon dolgozunk, hogy az egészségügyi ellátás színvonala napról napra jobb legyen, magasabb legyen. Mindig valami újítást, felújítást megpróbálunk a rendelőintézetbe hozni, és hát Aszódváros önkormányzatával nyilván ennél nagyobb terveink is vannak. Én azt gondolom, hogy ez a mai egészségnap és gyermeknap is jó példája annak, hogy szükség van az ilyen típusú rendezvényekre,
hiszen túl azon, hogy a gyermekeink gyermekek felhőtlen mosolyát látjuk, azért valljuk be őszintén felnőttek, igen-igen keveset foglalkozunk magunkkal, az egészségünkkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap a kellemeset a hasznossal remekül össze lehet kötni. Az én kollégáim, az Aszódi Rendelőintézet kollégái nagyon sok szűrővizsgálattal készültek, de lesz ételkóstoló, finom péksüteményeket, salátakóstoló, rengeteg olyan kísérőprogram, amiben a gyermekek és a felnőttek is jól érezhetik magukat. Ugyanakkor nem győzöm elégszer elmondani azt, hogy vegyenek részt a szűrővizsgálatainkon, mert igen széles körűek, és bizony-bizony sok esetben felhívják a figyelmet, hogyha esetleg további kivizsgálásokra van szükség. Ez az első ilyen nagy alkalom, kiterjesztett alkalom, aminek nagyon örülünk. Ugye most már egy pár éve, egy-két éve működtetjük itt a rendelőintézetet, a 60-i kórház, és végre elértünk ebbe a fázisba, hogy lehetőségünk nyílt ennek az egészségnapnak a megszervezésére. Kicsit figyelemfelhívó jelleggel, kicsit azzal a jelleggel, hogy a települések, a környékbeli lakosoknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen fontos az egészségükkel törődni, és felkeressék aztán az Aszódi Szakrendelőintézetet, ez a nem titkolt célunk. A térség településein több esetben jártunk már falunapon, és folyamatosan érkeznek a falunapokon, érkeznek a megkeresések, hogy a falunapok rendezvénye kísérő rendezvénye legyen, ez az egészségnap, egészségügyi szűrések. Nagyon szívesen megyünk, ugye a kórház rendelkezik, működtet egy egészségfejlesztési irodát, itt az egészségnap is az ő segítségükkel, a mi segítségünkkel valósult meg, és a környék, a járás településeire is úgy települünk ki, hogy már komplett szűrőprogramunk van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A szűrőnapon a Szakorvosi Rendelőintézet 40 munkatársa vett részt. Rendkívül népszerűek ezek a hétvégi szűrőnapok. Részben azért is, mert igyekszünk valamilyen más programmal karöltve megvalósítani, mint például most a gyermeknap, és ilyenkor a családok így együtt kimozdulhatnak, kicsit odafigyelhetnek egymásra, így a közösségi együttlét azért fel tudja tölteni az embert, ami a lelki egészségvédelmünk szempontjából nem egy utolsó szempont, de azért ennél gyakorlatibb okai is vannak, hogy miért szeretnek szombaton szűrővizsgálatra jönni az emberek. Egyrészt nem szükséges beutaló sehová, nem kell órákat várni arra, hogy mondjuk egy vizsgálatra bejussanak, nem kell elkéreckedni munkából, nem kell szabadságot kivenni például, hogyha egy olyan szűrővizsgálatra szeretne bemenni, ami mondjuk szakorvost igényel. Aki ma kiérkezik, az részt vehet vérnyomásmérésen, mérünk testsúly, testmagasságot, ebből egy testtömegindexet és testzsírt. Ha valaki ezzel nem elégedett, akkor rögtön leülhet a dietetikus szakemberünkhöz, aki egyére szabottan fog neki tanácsokat adni, hogy az ő életvitelébe konkrétan milyen apróbb vagy jelentősebb változásokra van szükség ahhoz, hogy ott pozitív elmozdulás történjen. De őt meg lehet keresni akkor is, hogyha nem túl súly van, vagy elhízás, hanem mondjuk mérnek egy magasabb vércukorértéket ma, vagy egy magasabb koleszterinértéket, hiszen ezt a két vizsgálatot is meg lehet ma ejteni. Aztán van lehetőség EKG készítetésére, hallásvizsgálatra, látásvizsgálatra, alsó végtagi Doppler vizsgálatra, ami az erek állapotát mutatja meg, és ez egy nagyon hasznos vizsgálat lehet, hogyha például, ha mondjuk szűkület van a szervezetben. Aztán lehet menni bőrgyógyászhoz, légzésfunkció vizsgálatra, és nőgyógyászati szűrésünk is van, amit szintén nagyon fontosnak érzünk, mert hát a méhnyakrák szűrővizsgálattal azért nagyon pontosan és időben felismerhető, és ehhez képest azért még mindig nagyon sok anyát, feleséget veszítünk el, tulajdonképpen értelmetlenül ennek a betegségnek a következtében. Ha már így a daganatos megbetegedésnek a megelőzését említettem, akkor elmondanám, hogy itt van velünk a Magyar Rákellenes Ligának, a 60-i alapszervezetének a munkatársa, akik vállalták azt, hogy ma segítenek nekünk,
igyekszünk mulázsok segítségével például a mellőn vizsgálatát megtanítani, ami szintén nagyon fontos. Jó, ha az ember ismeri a saját testét és észreveszi a változásokat, és változás esetén szakemberhez tud fordulni. Ezen a rendezvényen a hozzánk fordulóknak bemutatom az önvizsgálat módszerét, férfiaknak is és nőknek is, meg bemutatom a Magyar Rákellenes Ligát, a ligának a munkáját, úgy tudom, hogy, vagyis hát biztos, hogy Aszodon még nincs alapszervezet, beszéltem már egy-két nővérkével, hogy hát ha valaki itt Aszodon is összefogná a daganatos betegeket, úgy mint az országban 42 helyen ezt tesszük mi önkéntesen. Elég sok kiadványt hoztam ki, ingyenesen elvihető, a Magyar Rákellenes Liga munkájáról is, meg különböző daganattípusokról. Mennyien tartanak igényt erre a módszerre, hogy megtanulják? Hát most nem tudom, körülbelül dél van, egy óra. Nagyon sokan voltak már itt nálam, és megnézték. Sok érintett beteggel is találkoztam. Tulajdonképpen három ujjal kell ilyen lágy, körkörös mozdulatokkal végezni az önvizsgálatot. Elég mélyen le is kell nyúlni. Összefogni a mellbimbót, nem jön-e belőle váladék, vagy vér, nem húzódik-e be, akkor rögtön orvoshoz kell menni. És akkor van ez a legújabb, kb. Egy-két éves vizsgálati módszer, ez kinagyítja, könnyebben észrevesszük a daganatot, ha találunk a mellünkbe. Hölgyek többségének mi a reakciója arra, amikor ezt az önvizsgálati lehetőséget itt önmaguk kipróbálhatják? Kicsit megrázkodnak. Tehát még szerintem még nagyon sokan nem végzik az önvizsgálatot otthon. Minden menszesz után kellene kb. A 8. napon elvégezni. Ez egy 5 perces vizsgálat, és akkor egy hónapra, 2-re megnyugszik, hogy nem talált semmit a mellébe. Tehát félnek tőle, félnek. A szervezők az első aszódi egészségnapot hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. Hát nyilván levonjuk majd a tapasztalatokat, mi már azért a járásnak több településén is jártunk, itt Aszódon ez az első alkalom, nagyon bízunk benne, és ahogy látjuk, ahogy érkeznek az emberek, hogy azért ez egy népszerű program lesz itt is, és hát nyilván az a cél, hogy ezzel az első alkalommal azért hagyományt teremtsünk majd. Hol a tavasszal, amikor a gyereknapi programot próbáltuk a képviselőtestületre összeállítani, akkor már ötleteltünk, hogy ez valamilyen formában az egészségügyel kapcsolatosan kéne összeötvözni. És ahogy haladtunk az időben, partnere találtam a dr. Stankovics Évába, a Cingula Módikába, aki ugye itteni rendelőintézetnek a vezetője, képviselőtestület jónak vette, és ebbe az irányba haladtunk. A egészségügyi szakemberekkel történő egyeztetés után döntöttem úgy, hogy a mai napon kerül végrehajtásra a gyermeknap. Én azt hiszem, egy olyan jó terület ez, amelyikben a gyermekek egy zárt körülmények között, közben a szülők, nagymamák, nagypapák el tudják azt a szűrővizsgálatot végezni, amit egyébként egész évben nem érnek rá, elkísérik csemetéiket, a gyerekek jól érzik magukat a programokba, és itt tulajdonképpen a felnőttek is kapnak egyfajta szűrőt vizsgálatot. Milyen vizsgálatokon szeretne részt venni, vagy melyiket próbálta már? Már részt vettem a bőrgyógyászaton, azért az én anyajegyeknek a vizsgálatát azt fontosnak tartom, illetve ingyenes masszázson lehetett részt venni, úgyhogy ez a mai gazdasági helyzetben azért ez szerintem kihagyhatatlan. Meg várakoztam volna erre az érvizsgálatra, csak ott nagyon sok idős van, és akkor inkább mondom, abban nem állok be abban a hosszú sorba. Jónak tartja, hogy van ilyen lehetőség? Hát mindenképpen. Mert ugye én is sokáig dolgozom, igazából napközben munkaidőben nem tudok eljutni, úgyhogy ez szerintem nagyon pozitív. Elég jól volt kiplakátolva, úgyhogy én is azon olvastam, úgyhogy az jó figyelemfelkeltés volt. A kilátogató gyermekeket ingyenes koncertek, táncbemutatók is várták. Itt adtak számot tudásukról a Podmanicki Alapfokú Művészeti Iskola Aszódi Néptánc tagozatának növendékei is.
A járási székhely rendelőintézetének felújítása, eszközeinek korszerűsítése folyamatosan zajlik. A legutóbbi például ez a fizikoterápiának a beköltöztetése volt magában a rendelőintézet épületébe, ugye eddig azt kívülről lehetett megközelíteni, most már ugyanúgy elérhető, ahogy a többi szakrendelés, de nem állunk meg. Nagyon sok rendelőt, a belgyógyászati, a sebészeti rendelőt felújítottuk, eszközöket szereztünk be, érkezett egy új röntgenkészülék, nem olyan régen érkezett egy ultrahangkészülék az intézményünkből, és fog érkezni még szintén még egy röntgen berendezés, amit az egészségügyi ellátás színvonalát fogja emelni, de nem állunk meg. Én azt gondolom, hogy meglehetősen nagy tervei vannak a kórháznak is, illetve az önkormányzatnak is, mert ez csak közösen lehet, hogy felújítsuk a rendelőintézetet. Ez a nagy álmunk, és azt gondolom, hogy ehhez az álomhoz egyre közelebb kerülünk. Én tegnap bejelentettem, és korábban, amikor a családorvosokkal találkoztunk itt egy ilyen eszmecsére a szakorvosokkal, a illetékes államtitkár, meg is jegyzem egyébként név szerint Szabó Zsolt urat, konzultáció után tulajdonképpen egy olyan lehetőséget kapunk, hogy egy projektet megemlítve, mert ezen a területen vagyunk, ez a rendelőintézet a közeljövőben meg fog újulni külsőleg is, belsőleg is. Ez egy nagyon-nagyon fontos a Gardamente települések lakosságának. Ebbe partner a 60-i kórház, hiszen mi továbbra is azt szeretnénk, hogyha a 60-i kórház és rendelőintézet működhetné ezt a rendelőintézetet. Az Asszódi rendelőintézetben ugye az alapkivizsgálások megtörténnek, és azt követően az Asszódi járás lakosainak, településeinek lehetősége van arra, hogy a magasabb szintű ellátásokat, akár legyen az valami gyógykezelés, legyen akár műtéti beavatkozás, ott 60-i Albert Schweitzer kórházban vegyék igénybe. A kórházunk napról napra fejlődik, nem telik el úgy hónap, hogy az uniós fejlesztéseknek köszönhetően ne adnánk át valamilyen új szervezeti egységet, új gépet, új eszközt. Épp az elmúlt napokban érkezett ismét 150 millió forint értékű eszköz az intenzív osztályra. Bátran mondhatom, hogy akár a radiológiai fejlesztésünk, akár a műtőfejlesztésünk most a térségben egy egyedülálló fejlesztés, egy egyedülálló beruházás, és a kórháznak, hogyha valaki most már gyakrabban jár arra 60 városában, akkor már a homlokzati, új homlokzati színek, elemek, a kicserélt nyílászárókkal is találkozhat, ami régi vágya volt a kórháznak és a városnak is.